gonna finish and how well I'm gonna finish. You know, if it all goes right and I'm feeling good, I'm hitting high scores, my doubles are going in, I'm happy, you know, and it'll take somebody in the game to beat me. You know, if I don't play well, I could be going home, so it's as simple as that. I think my strength at the moment is that I believe in myself. Even when I'm behind, I don't think I'm going to lose the game, and I keep on fighting, and I think that is my strength. Gary Andersont, illetve Jelek Lászent hallottatok a mérkőzés megelőző esélylatolgatást illetően, és tényleg nagyon szimpatikus mind a kettő. A nyilatkozatok alapján mindketten saját játékukra koncentrálnak. Anderson sem aggódik, ahogy Klassen sem, hiszen Klassen sem gondol arra, hogy idő előtt búcsúzik, ő a világbajnoki címért jött, mondta ezt még itt a riport elején. Nagyon merész, de hát előre az esély megvan rá. Nem érdemes különben ide. Gary Anderson pedig azt mondta, hogy eddig jók az átlagaim, jók voltak a kiszállóim. Aztán ha nem sikerül, akkor elmegyek haza, ilyen egyszerű, nem kell foglalkozni, ez egy ilyen játék, egy parti végén csak egy ember nyerhet. Igen, és hát elmondta, hogy teljesen mindegy lesz a mérkőzés, hogy milyen, hol tart, milyen hátránya lesz esetleg, az utolsó pillanatig küzdeni akar, megmutatni magát, gondolom, az egész világnak, ahogy tette már ezt. Ami esetleg érdekes lehet, és talán amennyire szólhat Gary Anderson mellett, annyira szólhat ellene is, az utolsó hat meccs, mert az utolsó hat meccset mind a világbajnoki cím védője nyerte. Ugyanakkor a sorozatok általában meg szoktak szakadni, előbb vagy utóbb. Meglátjuk, jöjjenek a résztvevők. Akkor
a második elődöntő részvevői is bevonultak. Íme a világbajnoki címvédő útja a döntőig. Bolton. Ez is impozáns azért. Bizony, eddig ő két szettet bukott. Van der Voort és James Wade elgázolása az igazi nagy fegyvertény, bár nyilván Görny és Bolton elleni győzelmek is nagyon értékesek, de nagyon magabiztos játékot mutatott Gary Anderson. És íme Jelle Klaassen eredményei Joe Cullen ellen, aztán Kinget verte. És hát ugye igazi thrillereken keresztül jutott ide az elődöntőbe. 140-nel kezd Anderson. Leginkább talán ugye Taylor elleni győzelme az, ami igazán nem papírforma eredmény volt, bár a játék alapján abszolút rászolgált, egészen kiválóan játszott. Az előbb itt a riportban kérdezték is Adrian Lewis. 180 közben. 603 után ez a 604. 180 a tornán, és 150 darab 100 pluszosnál járunk, tehát még 4 darab 100 pluszos kiszálló, és megdöntötték a rekordot a játékosok. Közben nagyon jön a tripla, 61-nél, 45 nem jön, 46 marad. Szóval kérdezték Adrian Lewis-t, hogy mi a véleménye a lehetséges ellenfélről. Elmondta, hogy hát ugye Anderson az gyakorlatilag no comment, szenzációsan jó formában van, de hogy nagyon, ez közben megvan a dupla tízzel, a kiszálló rendkívül jó tornát fut Jelle Klaassen is. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy olyan 6-4 arányban Gary Anderson fogja megnyerni ezt az elődöntőt, és ő lesz az ellenfele a világbajnokság döntőjében. 140. Jön egy tripla, de így nincsen kiszállón Klaassen. 183 pontja van Klaassennek, kicsit megint lefagyott a kijelző. Szerintem nem ennyi pontja van. 121 Andersonnál jó, de szerintem, de hiszen 85-öt dobott abban a körben, most 96 pontja van Klaassennek, de nézzük, hogy dupla 14-jel majdnem kiszállt Anderson. 87 pontja van, 17 jó, 20, dupla 5, nem dobja meg. Most rakták helyre a kijelzőt. Igen. Megdobja a dupla hetet Anderson. Száznyolcvan! Remek kezdés Andersontól. Kérdezik itt tőlünk, hogy Klaassennek ez az eredménye esetleg már feljogosítja a Premier League szereplésre. A negyedik nyílisben van. Jó belépő lenne. Na, és az ötödik is. És a hatodik is benne. Micsoda zárása lenne az első szettnek? 83. Nézzük a folytatást. De készülődnek ott hátul is. A hetedik megvan. Tripla 19. A nyolcadik is. És Lajos a dupla. Igen! Végre! Így nyeri az első zetet, még megtapsolja ő Klaassen is! Az első 9 nyilas a világbajnokságon! Lajos, Isten hozott a klubban! Köszönöm! Most már csak Laci maradt ki ebből.
Azt a mindenit, de micsoda lezárásod, és most végre nem hagyott cserben Gary Anderson, mint ahogy megtett a múltkor. Egészen parádés volt. Egészen parádés. Hát ahogy kellett, úgy kezdte a címvédő. Na de aztán a folytatás mit hoz majd? Hát nem tudom, itt van egy kedves néző, Sólyom Sándor. Ezt azért olvasom be, mert nagyon büszkék vagyunk rá, mint a dartsport nagy rajongói. A 75 éves édesanyukája teljesen megkedvelte a dartsot. Az extázisban szurkolja végig az izgalmas, fordulatos meccseket. És ezt nem látta szegény mama. Hát de, biztos, hogy látta, mert... Nem hogy azt mondta, hogy megy, mert pont azt írta, azt üzeni nekünk, hogy reméli, hogy Anderson gyorsan nyerni fog, mert holnap reggel mennie kell templomba, és nagyon késő van már. Hát remélem még fönn volt, és ezt látta, mert ez egészen hihetetlenül nagy szett volt, és hát ez a befejezés, ez meg azt gondolom, hogy minden várakozásunkat felülmúlta. De hát akkor itt jön. Mondtam, megismételhetnék, most biztos megfogjuk, én gondolom, hogy a kollégákkal majd ezt meg tudjuk beszélni. Hát kérem szépen. Hát most ezennel visszaszívom, amit mondtam, hogy Klaassen nyerje, mert ezek után most már Anderson abszolút megérdemli, már egyrészt mert végre megtörte az átkomat, másrészt pedig tényleg megérdemli, hogy ilyen játékkal ő játszol, inkább döntöttem. Most a szurkolás súlypontját áthelyeztem magamban, de természetesen azért egy nagyon izgalmas és nagyon szoros elődöntő, mindenféleképpen szurkolok továbbra is. Nem bírok a laptopommal, mert kb. A 20. üzenetet kapom. Köszönöm szépen mindenkinek. Vége van. A Medi nem írt neked? Dehogy nem, hát az első van. Között. Dehogy nem, hát mindenki, a srácok, mindenki otthonról is kapom az üzeneteket, hogy mindenhonnan megérkezett végre. Anderson nem is tudja, hogy hány embernek okozott örömet ezzel a 9 írással önmagán kívül, meg hát nem utolsó sorban keresett egyelőre 15 000 fontot ezzel az egy leggel, nagyon értékes kis leg volt. Hát igen, a 15 000 fontot, ugye ő most elődöntős, azt mondja, hogy a győztes kap. Mutatunk ezt. Azt hiszem, hogy ugye 70 000 fontnál járunk, tehát aki itt most kiesik az elődöntő, az 70 000 fontot visz, az a döntős, a második helyezett az ugye 150 000, és a győztes 300 000 fontot visz haza. Között Török Laci barátom is rám írt, ugye, aki másik csatornán között itt, ő is már nagyon régóta vár egy 9 írásnál, 1990 óta nem született azon a világbajnokságon 9 nyilas. Ma különben néztem ott is, hogy mi újság van, és láttam biztató jeleket náluk is, azért szépen fejlődik a mezőnyben. Az első körben volt olyan játékos, aki a 7. triplát rontotta el, úgyhogy alakulgat azért neki is. Igen, többen na, itt van. Neked. Na, itt van, nézd. Ez az utolsó három. Hát ez igen, ez még Klaassennek is tetszett, bár ez mindenkinek tetszik, azt gondolom, hogy... Ez a negyedik 9 nyilas. A rohangáló nézők nagyon komoly. 2009 a Players Championship Almásán Derbyban, aztán 2012-ben egy UK Open versenyen, az televíziósod, 2013-ban ugyancsak egy UK Open selejtezőben követte ezt el, és 2015-ben a PDC világbajnokság elődöntőjében jön a negyedik 9 nyilasa Gary Andersonnak. Remek kezdés és hangulat csináló. Igen, egészen kiváló. Világbajnokhoz méltó. Adrian Lewis ugye 5-0-ra vezetett már Raymond van Barneveld ellen, és nyert végül 6-3-ra. Itt pedig 1-0-ra vezet a címvédő. Na vajon milyen folytatás lesz ezek után? Meg azt jósolják a kedvesték, azt jósolnám még a meccs elején, hogy egy 1-9 színes lesz, Klaassen is dob egyet. Hát az brutál lenne, de én benne vagyok, abszolút.
23. Közben Medi írja, hogy kirakta a Pidi Szegerev fanklub oldalára, hogy ilyen színes közvetítő, és 3 perc alatt 700 like érkezett rá. Köszönöm, hogy ilyen sokan örülnek neki és szorítottak érte. Na most van azért egy érdekesség, hogy a legutóbbi 3-9 nyilas, ami a világbajnokságon volt, 3-9 nyilas dobó versenyző, az nem jutott tovább. Tehát elvesztette a meccset. Igen, igen. Ez egy érdekes, de hát ez azért most legyen. Nyilván, igen. Igen, valóban, mert Luis is azon a meccsen. Igen, ott búcsúzott utána, ugye Terry Jenkins dobott még 9 nyilast, illetve Kyle Anderson, és mindennyian kipotyogtak az adott mérkőzés után rögtön. De azért nem vagyok benne biztos, hogy ez most ennyire egyértelmű lenne. Nem jött a tripla most Andersonnak, és 54 marad. Klassen az első leg, hozza a kezdését. Nézzük Andersont. 59 tripla 20, az is szerintem benne bizony. 140. Kis tüttösi Tamás, az érzés, hogy várod a D12-es mezőbe a 9. nyilat leírhatatlan. Hát a minden ne, másra ott a pontpassz, most én hadd ne mondjam ki. Igen, ez köben így van. Ez így van. Abszolút. Most már kétszer, pont ez az egy nyíl hiányzott, kétszer is most végre sikerült, úgyhogy ezen túl vagyunk, és akkor itt van egy gyönyörű kiszálló. Nem dob rá, jaj, de nagyon, nagyon korrekt és okos volt, mert mondjuk itt most nem lett volna szerintem sportszerűtlen, ha rádob, inkább csak letutiszta a 263 ponton áll Klassen. 1-1. Szükséges volt ez a hangulat. Néhány barátom nekem is üzent, hogy most akartam lefeküdni. Nem szabad. Tudom, hogy egy kicsit már késő van, és át kellene állni egy közeledő hétfő miatt, de hát holnap mégiscsak vasárnap van. Kicsit lehet még pihenni. És a döntő is hátra van még, ugye, a világbajnokságban. 180! Anderson megint! Jön Klassen, dobja vissza, úgy bizony, ott a lehetőség. 180, az ötödik is megvan. 167, ez kiszálló. Elcsúszik az egyesbe. Anderson első nyila, a második csak szimpla 20, le a 19-re, ott sem jön a tripla. Ez kevés volt, 40. Így nincs kiszálló. Nem jön a tripla 18. 72. És, mit? És a kerekítés nem egy 50-re, tripla 20 megvan, és a dupla 6, dupla 3, meg megdobja. 2-1. Száznegyvenre nem jön tripla válasz. Sixty.
180! Na jön a válasz. Hatodik a meccsen. Nagyon a tripla 20-as Andersontól 121-re, 25-ös, 96 marad. Ez is. 100-ra megy le, nézzük a 96-ot. Megvan a tripla 20 és a dupla 18. Gyönyörű. Gyönyörű játék. Nagyon magabiztos. Egyelőre az egekben Gary Andersonnak 114,1 a körátlaga. Ez a 90-es. Nyilván sokat segített rajta. De a többilegben sem csúnya. 71,4%-kal dobja a kiszállókat. Jelek Lászen 95-ös körátlagon jelenleg és 50%-os kiszállóval. Bizony. Ez nagyon szép kör volt és lehetőség. Klaassen nem kezdte jól ezt a leget. Jó a tripla 19, most jön a tripla 19. 769-en, nézzük Andersont. Fel a tripla. 100-as. 100. Szimpla 1, csak sima 20. Fú, és ez egy nagyon fontos kör lehet, mert 2-2-nél dobta ezt, ez óriási hiba volt. Ott a 140, Andersson gyönyörűen használja ki a megingást. 180 kell Klaassentől, mese nincs. De képes rá a holland, így már nem, mert nem jön. Lemegy a 19-re, ott sem jön, rávált, még egyszer, nem. Kiszálló. És nincs kiszálló így, úgyhogy 6 nyila marad Anderssonnak a 2-0-ához. Sima. És a dupla megvan. Hát ez 2-0. Most alaposan elszúrta Klaassen, mert... Ez gyönyörű volt ez a váltás. Feleségével nézett össze Gary Anderson. Azok a havai Mardor rajongó. Ez kemény egy szekció. Ott a rövid nadrágban volt a... az emberke. Na hát, nézzük, hogy a Sporttelevízió Facebook oldalán mennyire élénkült meg az élet ennek köszönhetően, és talán kicsit leszámítva ezt a 9 nyilast. Ha el tudnám olvasni a sok üzenettől, akkor örülnék is neki, mert egyelőre nem férek hozzá. Azt mondja, itt ugye jön egy kérdés, hogyha 50-en marad egy játékos, akkor... Azt mondja, hogy ki lehet-e szállni bullá. Persze, tehát ez egy teljesen szabályos, több ilyen kiszállót is láttunk. Most ugye Barney dobott 261-et is. Igen, itt ugye az szokott lenni a kulcskérdés, hogy az ellenfélnek hány pontja van, lehetett látni, hogy Gary Anderson nem dobott rá akkor, amikor nem volt kiszállón az ellenfele jelle Klaassen, így aztán ott nem lett volna feltétlenül sportszerű, hogyha rádobja, illetve mondom, sportszerűnek még talán nem is mondanám, inkább haszontalannak mondtam volna, mert utána azért kerekíteni kell, ki tudja az ellenfél, odadob egy 180-at, hirtelen nyomás lesz a játékoson, nyilván persze egy Gary Anderson magasságban lévő darts játékosnak ez nem feltétlenül kell, hogy teher legyen, de akkor is minek rádobni, hogyha ezt meg lehet oldani úgy, hogy szépen letutizza a duplát, és utána pedig kiszáll. Azt mondja, hogy
nézelődök, próbálok még olyan kérdést keresni, ami... Csomor István, hogy nem merek sörért lemenni. Hát igen, biztos van valaki a környezetedben, és küld elő. Nagy hiba volt nem bekészülni. Ilyen szabot, ha lekemmel. Ezt mondtam az elején. Már az a kérdés, az emeletről a földszintről nem mer lemenni, vagy az üzletbe? Mert azért nem ugyanaz a két távolság, gyanítom. Azt mondja, nők indulhatnak-e? Elvileg indulhatnának, nincsenek kizárólag a PDC tagok, és a megfelelő kvalifikációs folyamatokon végigmennének, akkor volna lehetőségük hölgyeknek is szerepelni a világbajnokságon, igen. Tehát egyáltalán nincs ilyen szempontból kizáró tényező. Azt mondja, hogy az aréna befogadó képessége. Hát ülőhelyek tekintetében egyszer egy kedves nézőnk volt, aki ugye próbált segíteni nekünk, és a foglalási, helyfoglalási oldalról próbált, hogy nagyjából összeszámolni, és ha jól emlékszem, 3500 környékén volt az ülőhelyeknek a száma. Amúgy különben a magának a Ellipellinek a befogadó képessége azt hivatalosan 10600 főre van, de ez gondolom állóhelyes rendezvény, tehát mondjuk koncert esetén. Kérdezik, hogy messzebbről lehet-e dobni, hogy a szabály szerint a dobó vonalhoz kell állni az egyik lábbal mindenféleképpen. És a nyilakat sem lehet egyszerre eldobni, tehát ezek alapszabályok. Javaslom mindenkinek, aki tényleg nagyon érdeklődik a dartsport szabályai iránt, hogy a dart szabályait meg lehet találni mind a Magyar Dart Szövetség oldalán, a versenyszabályzatok, az általános versenyszabályzatot meg lehet találni, és más egyéb oldalon is. Na, de nézd, hogy kezd. 80-nal Anderson! No! Lajos. Hát az egy üzletbe indult. Igen. Pihenő után nézzük, hogy ott van a negyedik. Az ötödik is. És a hatodik is megint. Ez már Phil Taylori magasság lenne. A Premier League döntőjében dobott ő ilyeneket. Tripla 20 megint. Nézzük. Elrontja a hetediket. Hát ilyet. És hogy búzzak a nézőtéren. Na már a pofátlanság teteje, de hozzá tartozik, el kell tűrni, el kell viselni. Egy és a dupla 20. Nincs mese. Jelleklászen. Százassal, de Klassen is most jól kezdett. Nézzük a hollandot, neki a negyedik nyila nem jön. Jó a tripla 19, az meg elmegy a szimpla 3-asba. Jó kör Andersonnál, és hátsó pályán szépen oda tud érni. Tripla 5, gyönyörű a korrigálás. 135-tel, 266-on nyomást helyez Klassenre. Nem jön a tripla, sőt, nem hogy a tripla nem jön, hanem még szektort is téveszt a holland. Gerinél is most egy kicsit hibázik a tripla. 58. Klassen megy kiszállóra. Nézzük, hogy milyen értékkel. 98, szépen egy százas. Sima, még egy sima, 60, és nem egy 40-re, meg 123-ról Anderson. Nem értettem, de... Micsodát? Ott a tévesztést.
Jó, az és a dupla 9. És az meg nem jön. Majdnem megvolt. Egy újabb 100 pluszos kiszálló lehetett. Ebbe bízott. Megcsinálja. Egyenlít Klassen. Nézzük Anderson kezdését. 100-as. Jön két tripla Andersontól. Jön a tripla. Még egyszer. 140-nel, 121-en fönt hagyja Klassent. De egy jó 180, az sokat segítene. Egy 100-as, de ez most nagyon kevés. Még kell a... Az 50-es, az rendben van. És így 31-en. Mi az, hogy ez két nyilas. Egy 180-nal nyomás alá tudja helyezni, bizony. 180-67-re megy le Klassen. A 7-es és a dupla 6-os kell most már, azt meg megcsinálja. 2-1. Dupla 12-se, höz sem kellett volna sok. Nyit a holland. Klassen elmegy egy sima 5-be. Ez csak 125. Fönt hagyta. Jön a tripla 18. 93. 236-ra jön a tripla. Jön bizony. 140. Nagyon jó, 96 marad. Klassen. Jele, ugye itt is úgy mondják. Ki tud szállni, kell a dupla... nem. Dupla 9-re majd még lesz 3 nyila. Szép a tripla 19, jó a tripla 20. 137-tel 126-on. Dupla 9-re egy vezető nyíl, meg még egy vezető nyíl, a harmadikat most már be kéne dobni, meg is van. 2-2. Na, 3-0 vagy 2-1? Ez itt most a kérdés. Anderson kezd. 135. Kell a két tripla. Százas. Igen. Jöjjére Klassen. Feleségét láthattuk egy pillanatra. Az... az egy elég nagy szektorhiba volt, de most meg nem csak egy pillanatra. Kicsit kevésbé volt mosolygos, biztosan nagyon aggódik. Nagyon szurkol párjának. Jön a tripla. Meg még egy. 140. Gyönyörű. Ezt a mindenit 142-ről. 3-0. 3-0, na ez is gyorsan simává alakul. Na várj, már csak egyenlőre. Az előző sem volt. Igen. 134. Egyelőre hihetetlen különbségek, különben az átlagok közötti 111-07 Gary Andersonnál, és 91,9 Jelle Klassennél a teljes
kör által is 69%-on dobja a kiszállott Gary Anderson, míg Jelle Klaassen 40%-kal. És ugye van egy 141-es és 142-es kiszállója már Gary Andersonnak. Jön a két tripla, és a harmadik nem, de így is kiszálló. Ez nagyon szép egyelőre. Nincs ez a tripla 19. És akkor most Anderson a 9 nyila után egy 161-es kiszállót. Tripla 19 gyönyörű. Igen, a másik variációt akarta. A tripla 19, tripla 18. És bull. Lett volna a cél. Sima 17. Dupla 5. Dupla 20 és a dupla 5. És nincs meg. És így Anderson a dupla 16-ra 3 nyilat dobhat. Elég neki egy is. Nem tud hibázni egyelőre. Tripla 18-at gyönyörűen. Nem egy 288-ra a kezdésében, viszont Klaassen egy 180-nal móla tesz. 187-re megy, viszont egy jó körrel a 11-et láthattuk, a 140-es a válasz Andersontól, ő már kiszálló. 180 az talán az ő szempontjából jobb lett volna. Nézzük, Lassennek nincs tripla, 57, 130, nem tudott tehát hátsó pályán komoly különösebb előnyt szerezni, a tripla 20 megvan, a tripla 20 még egyszer, a dupla 14, nem, mit csinál? Mi volt? Ezt, ó, ezt elszámolta magát. Ó! Oh. 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 Teljesen más. Igen, úgy azt hitte, hogy 128-a van. És 148-a volt. Így van. De várjál, ott egy tripla megvan. Hát most ezt Klaassen megbüntetheti. Nem bünteti meg! Szektort hibázik. Visszakapja. Dupla 5. Na ez most mennyire zökkenti ki őt? Hát, mert nem nagyon. Nem. Nem bizony. Nem. Nem gondoltam, hogy nagyon kifogja, de... Na, igen. Fuha. Elvett ez a 9 nyíl. Rettenetesen magas szinten játszik Gary Anderson. 110 fölött még mindig a kör átlaga. Brutális. Remekül dobja a kiszállókat, ugye erről beszéltem a meccs elején, hogy mondjuk nem, persze nem ebben az évben, de azért régebben volt olyan periódus a néhány mérkőzésén, hogy a kiszállóval problémázott egy kicsit, de hát ez most egyáltalán nem jellemző rá, sem a világbajnokságon, sem pedig most ezen a meccsen. Egészen elképesztő magabiztossággal dob. Míg Klaassen nem tudja hozni azt a 100 körüli átlagot, amit azért már többször produkált ezen a világbajnokságon. Sok a szektorhiba, 1-es, 5-ös, 3-as, elég sokszor dob mellé. Na nézzük, 61-re, 11 és a bull, az most nem jön, 84-re jön. És akkor most visszabrék? A tripla 16, nagyon szép, a dupla 18 kell, még egy nyíl, ott van, megcsinálja 84-ről. Ez fontos, lehet, ez abszolút. Ki tudja, hogy... Még ez mit hoz, vagy hoz egyáltalán fordulatot, azért Anderson kezd, ezt ne felejtsük el. Szép tripla 17, nem volt tripla? Nem. Nem volt tripla. Esélye van Klaassennek most, egy 100-as, hátsó pályán, ez a válasz.
Öt lehet látni, nézd meg, hogy a 20-as és az 5-ös elválasztásánál a drót már hogy elment a táblától. Hát egy kicsit igen, ott kapott egy pár találatot 140. Ott a széle. Ez most egy fontos kör bizony. Jön is 140, amivel kiszállom van. Klassen. Anderson. Bocsánat, Anderson, igen. De? Klassen most ezzel lesz. 180! Megelőlegeztem neki. Nézzük a 164-et. Nincs már meg. No. A lehetőség. Most jöhet egy break. Új fent, 81-re. És a 45-36, gyönyörű! Gyönyörű! Visszajön! 2-2. Persze még ugye kell ez a leg is, amit ő kezd. Jár is a hitvesi taps. Közben Monc Attila kollégánk segített még egy kicsit, hogy talált Twitteren egy üzenetet, ahol ugye bejelentik, hogy egy hospice alapítványnak 9000 fontot jelentett ez a 9 nyilas. Úgyhogy örülünk, hogy ilyen célokat is szolgál a PDC és a Darts Sport. 100. És egy 125 érkezik. Gyönyörű, 283. Eddig jól tartja magát Klassen a kezdésből. Úgyhogy ebből két szektor hiba. És a tripla 18. Korrigál egy 18, tripla 18-assal, de... Klassen most nagyon elkapta a ritmust. 100-assal, 183, nincs kiszálló így. Úgyhogy Anderson még egy 180-nal akár elé is kerülhetett volna, de nem lesz ebből sem 180, sem sokkal jobb. 96-tal 247, hol a tripla? Nincs tripla. Ez baj bizony, mert megint dob egy nagyot Anderson, akkor... Na, ott jön a tripla. 140. Előnyösebb helyzetbe került egy kicsivel. Nézzük, hogy... Sima három. Nincs kiszálló. Bizony. Na nézzük Anderson. Három nyíl. Tudott. Három nyíl. Kell a tripla. Megint elviszi kettőnél. A tízes és a dupla 20. És nem dobja meg. De még mindig ki kell szállni 80-ról. Sima. 20. És a dupla. És az egy nyíl a végére. Hova dobja? Klassen. Ez hiba. Hát most persze megint 2-2-nél csinálja ezt, és akkor természetesen 4-0. Geri lezárja ezt a szettet, és alakul. Kiszálló rontásnak számít a Gary Anderson elszámolós hibája. Hát szerintem igen, mert kiszállónak hát kiszállt dobta, dolog, igen. Mondhatjuk azt, hogy a dupla 14-re dobott egy dupla 4-et. Én azt gondolom, hogy beleszámít, igen, kiszállóra, mert hiszen duplára dobta, csak mondjuk rossz helyre. Azt gondolom, ebben a tekintetben teljesen mindegy, hogy azt mondjuk dupla 11-be dobta volna bele, vagy így, hogy a másik oldalra. A megunhatatlan leg. Jó ezt visszanézni, szó se róla. Na most meg lesz a tripla. Meg. Hát csodás volt, sok ilyet láttam már, amikor megvolt a 8 tripla, ugye sokat közvetítettünk így már, de olyat még nem, amikor sikerül is. Igen, ott a színpadon, ott sikerül a világbajnokság színpadán. És a VIP is örjön. Hát ilyenkor mindenki szerintem. A VIP is örjön. Ilyenkor biztos, hogy mindenki. Ezen extázis, meg őrületet tud kiváltani a nézőkben a helyszínen, de ahogy olvastam a televízió képernyő előtt is,
Igen, hát mindenkinek nagyon tetszik, de hát ezen semmi csodálkozni való nincs. És akkor beszéljünk egy kicsit itt a kicsi elfeledett kötelezettségeikről, ugye egyrészt a nyereményjáték, a mai nyereményjáték, illetve hát igen, még pár percig ma ide, ugye holnap, tehát 3-án délig lehet 12 óráig válaszolni rá, hogy hány felnőtt világbajnoki címe van Jelle Klaasennek. Ezt a számot kéne elküldeni a PDC nyereményjáték kukac@gmail.com, itt lehet látni a képernyőn az e-mail címet, tehát erre az e-mail címre lehet elküldeni azt a számot, ami jelöli, hogy hány felnőtt világbajnoki címe van Jelle Klaasennek. Ugye a napi nyeremények között van egy dart set, két darab nyílkészlettel, egy darab Field of Power Taylor erőpróba című könyv, és három darab darts 2016 magazin. A fődíja, az egyik fődíja a nyereményjátéknak, amit az összes válaszoló között fogunk kisorsolni december 17-e óta, akik válaszoltak a nyereményjáték kérdésekre helyesen, az egy 108 cm-es Smart TV, míg a másik főnyereményünk azok között, akik helyesen válaszoltak a nyereményjáték kérdések közül bármelyikre, illetve lájkolták a PDC Hungarian Fan Club Facebook oldalát, egy Feel the Power Taylor előpróba című könyv dedikálva a mester által. Érdekes kis könyv, mindenkinek nagyon szívesen ajánlom. És akkor az amatőr verseny, ugye január 9-én a Soroksári Sportcsarnokban, kapunyítás 8:30, nevezés pedig vagy a fanklub Facebook oldalán található elérhetőségen, vagy pedig a pdcfanklub.hu oldalon, ahol be lehet nevezni a versenyre. Már több mint 700-an vagyunk, mindenkit nagy szeretettel várunk, aki betöltötte a 14. életévét, és 2009. január 1 óta nem rendelkezik egyesületi versenyengedély a Magyar Dárt Szövetségnél. Íme az első mérkőzés eredménye, 6-3-ra nyert ugye a elődöntőben Adrian Lewis Raymond van Barneveld ellen, és most pedig elég meghatározott döntőfölényű vezetése van a skót világbajnoki címvédőnek. 4-0, az utolsó három szettet 3-2-re nyerte Gary Anderson. Sorra nem sikerült a maga javára fordítani a hollandnak ezeket a szetteket. Nem jött a tripla Jelle Klaasennél, és most Gary Andersonnál sem. Beszéltünk arról, hogy melyik mérkőzés lesz a simább. Hát mondjuk erre a meccsre tippeltünk, egy kicsit talán simább lesz, mint Barney és Adrian Lewisnak a csatája. De egyelőre az hova ment, ez a vártnál is simábbnak tűnik. Nem, az a szem, az a tripla 2 voltam. Igen, az oda ment. Tripla 20 után 85-re, ugye 45-öt akar dobni. És ő egy 180! Kérdés, hogy nem későne. Ezve a 10-es ott van, és a dupla 18. Nem érdekelt ez a nyomás most. Gyönyörű. 108,8 a kör átlaga Gary Andersonnak és Jelle Klaasen 94,2. Szerintem egyelőre a kiírással valami probléma van. Hát igen, nem. Majd most, igen. Mondom, 100-100 a két első dobás. Akkor megint próbálunk majd. Lefagyott a feliratozó. Beszédben. 140. 261-re jön le Jelle Klaasen. És most 401-re dob Gary Anderson.
Az is egy 140. Legalább egy formát dobnak, így könnyű megjegyezni. 261. Egy formán állna. Szerencsére mi nekünk van egy kis sugónk, mert Zsoltiék folyamatosan élőben. 180! 81. Tud-e Anderson válaszolni? Nézd már oda! Na, 120 mellé ütötte, 14. a meccsen. Ez csak 138, hogy micsoda különbség, ugye egy szektor. Igen. Fú, micsoda hiba. Megint. Jön a tripla, 78-ra, nem jön az 54. A dupla 12-re akart kerekíteni, az egyik nagy kedvence. Az a kiszálló, az a dupla. 98, Jelly Require 14. És akkor 40-re, dupla 10. Nem dobja meg. Hát itt ne... És Andersonnak hagyni a dupla 20-at. Ezt nem szabad. Hát most meglátjuk, hogy az, amit a mérkőzés előtt mondott Jelle Klassen, hogy nem adja fel akármilyen hátrányban van, ez mennyire lesz igaz. Bár elég nehéz ilyen színvonalú játék ellen bármit is tenni, amit most Gary Anderson bemutat ebben az elődöntőben. 109-05 a körátlaga, 61%-on van a kiszállója, egészen impozáns teljesítmény, és már van 5 break leg a birtokában. Meg egy 9 nyilas, ezt ne feledjük el a mostani mérkőzésen. A tripla 18 szép, és még egyszer. Nagyon lent van. Anderson. Megállt. És jön a tripla. 100-zal kiszállón. Nincs tripla. Ah, nem. Most kevés. 2-20 csak nézzük Gary Andersont. Gyönyörű. És akkor a kerekítés. Azt a mindenit neki. 24-re. És jobbja ő a triplákat, csak nem akkor, amikor kellene. Dupla 12. Megvan. 5-0. 5-0. Hát ez egyelőre rettenetesen simának ígérkezik. Na de ezt mondtuk ugyan az első elődöntő után is, akkor is ugyanennyi volt az állás. Ez igaz, de itt azért nincsen akkora tapasztalat? Nem, hasonlóság inkább az eredményekben. Tehát Barney nem volt annyira elmaradva játékban Ruiztól, mint most jelen esetben Jelle Klassen van elmaradva Gary Andersontól. Majdnem 20 pontos különbség van a kettők teljes körátlaga között, ami igencsak tetemes. Tehát általában negyedik, ötödik kör az érve, kiszállóhoz érve, ez átlagban egy 100 pontos hátrányt is jelenthet nagyjából, úgyhogy most, hogy megdobta ugye Gary Anderson a 9 nyilast, kérdezik többen, hogy ez a bónusz, ez hogy van, hogyha többször dobna, akkor mi újság? Hát ha ugyanaz az ember dobja, akkor teljesen mindegy, ugye? Ez 15 ezer font. Ez 15 ezer font. Sem több, sem kevesebb. Ha többen dobják, akkor azt osztják. Annyi. Igen, felé, mondjuk, hogyha Gary Anderson dobna még egyet, és mondjuk Adrian Lewis, vagy most Jelle Klassen dobna egyet a mérkőzésen, és ez így is maradna, hogy ez a három darab 9 nyilason, akkor pedig felosztják három felé, és akkor abból két részt kap. Legalábbis én így tudom, remélem, hogy így is van, de én úgy emlékszem a kiírásra, hogy ez így működik. Akkor ugye mindenki kap egy-egy részt, minden 9 nyilas kap, és akkor 2x5000-et kapna Gary Anderson, és 1x5000-et pedig az, aki rajta kívül még dob. De a 15.000 font az nem változik. Tehát az a díj alapja végül is a 9 nyilas bónusznak. Mondja, hogy kérdezik az írást, hogy ez hogy zajlik, ugye egy párszor szokták mutatni, minden leget külön papírra írnak, és van egy ilyen kis, maga az író lap egy ilyen kis ablakocskára van ráerősítve, és amikor végeznek egy leggel, akkor az író
gyakorlatilag kihajtja azt a kis ablakot, és oda mögé bedobja az elhasznált papírt. Ezek a jegyzőkönyvei a mensek, amit nyilván ott a színfalak mögött azért összegyűjtögetnek, és ezt el is teszik. Úgyhogy az írás az nagyjából így zajlik, minden író egy-egy játékosnak a legjeit írja. És nézzük akkor. Én szemezgetni próbálok itt a Sporttelevízió Facebook oldalán a kérdések között. Szerencsére még látom, hogy sokan hatás alatt vannak az első szettet lezáró legnek. Kérdezik, hogy volt-e olyan, hogy feladta valaki és levonult. Igen, volt már ilyen, de az csak egészségügyi okok miatt történt meg. Tehát olyan nem volt még, hogy valaki mondjuk egy rossz mérkőzés állás miatt feladjon egy csatát. Aztán most így hirtelen nem nagyon látok, úgyhogy valaki írja, hogy már dobott otthon 9 nyilast, összesen 87 pontot ért, igen, de sokan vagyunk így, hogy én is dobtam már 9 nyilast, és maradt a 368. Ezzel szoktak viccelődni a dászosok is nyilván. A felső ágon idén Luis jutott be a 2016-os világbajnoki döntőbe, miután 6-3-ra legyőzte Raymond van Barneveldet. Az alsó ágon pedig Gary Anderson 5-0-ra vezet Jelek Lassen ellen. Tud-e újítani az ifjú holland? Itt ez a nagy kérdés, vagy Gary Anderson söprést hajt végre. 140-nel a kezdés. Félelmetes, amit Anderson csinál. Megállíthatatlannak tűnik. És eléri a 15-öt, a 180-at. Azt sem tartom kizárnak, hogy megdönti a mindenkori rekordot, ugye, ami 111,21 a teljes kör átlagban. Gyönyörű. 130-al 51-re megy, de 185-ön Klassen. Kiszálló érték a kérdés. 100, Gary Lecoeur 51. És break, dupla 10, nincs. Nincsen egyelőre, nem tudja elvenni Klassen kezdését. A dupla 19, és a dupla 14, megdobja. Na. Lehet, hogy ő is feléled. Kezd bizony. Visszadobja, 140-nel Klassen. Most nagyon fölmegy. 100-as a folytatás Andersonnál. Nem jön a tripla egyelőre, de a 100-as még meg lehet, meg is van. 261 ez is, fej mellett. A 140, gyönyörű. 121-re megy, és kiszálló Anderson. Klassen is le tud menni, ez már nem lesz 140, az egész biztos, de a tripla 17. 170-et jelent, és ez azt jelenti, hogy a legmagasabb kiszálló értéken, de ott van Klassen, a tripla 17, és a bull! Szóval ment. Szerintem mellé. Mellé, az biztos. A hatosba. Igen. Nem tudtak hirtelen ráközelíteni a bullra.
170 nincs meg. 4-es és a dupla 20. Dupla 10 megint. És nincs meg! Másodszor is elrontja a kiszállót Anderson, és most Klassen kerül oda, hogy elveheti kezdését. De nem... Ez lett volna. Ez 80-40-re megy, dupla 5. Vezető nyíl. Az egy kicsit fölé megy, és ezt bedobja a harmadikat, úgyhogy végül is egy-egy. Száznyolcvannal kezd Jelle Klassen, ez igen. Jön a válasz. 180, ott a 17. is. Ott már is elmegy a kis sárga. Sőt, a tripla 19 sem jön, és a tripla 18 sem, ez 57-et jelent. Na nézzük Anderson. A negyedik nyíl. Nála sincs meg. Viszont jön a második, és egy 140-nel folytatja. Hátsó pályán. Bődület, amit játszik. Just a pecsár mindenén. Az igen. 16-on dupla 8-ra lesz majd. Lehetősége Andersonnak, és akkor itt lehet elvenni Klassen kezdését. 10 nyilas lesz. Az most nem jön lehet össze. Még 11. Belül dupla 4. És azt megdobja. Itt a break. Anderson játszik a győzelemért. Kezd a győzelemért. Ugye 620 darab 180-asnál tart a világbajnokság. Ha ez ilyen sima lesz, akkor itt most nem lesz rekorddöntés. Marad a döntőre. De valószínűleg holnap azért ezt megoldják majd a döntőben. 96. Tehát minden attól függ, hogy ez a leg most miként alakul. Most kettő leget kéne nyernie Klassennek, hogy folytatódhasson az elődöntő. Nem jön a tripla. A tripla 18 rendben van. Most jön a tripla Andersonnak. Elmegy az ötösbe. Jó a korrigálás. 125. Jó körrel oda tud menni kiszáll. A tripla 19 remek. Oh. Az nem. 86. Ez csak 86. Szektor tévesztés. Majd jön az újabb tripla. 85. Ez 138-at jelent. Fú, tripla egyel kezd Klassen. Na jön a tripla, 20. 83. Most ugyan még nincs kiszálló, de egy szép kerekítés lehet belőle. Most helyre kell tenni a dolgokat. Van, így van, 48 marad, 90-et dobott. 137-re kell a tripla. Nincs. Nem jön. Aztán hiába már a következő 40 maradt. Nézzük a 48-at. 8 és a dupla. Nagy 20. Első még egy. Fölötte. Benne. 6-0. Ez kivégzés. Ez az volt bizony a javából. Hát ez van. 9 nyíl. Na jó, megijedt. És megszakítja a 9 nyilasok negatív sorozatát. Gary Anderson. Hát már mint az én hát sorozatomra Ander... gondolsz, hogy még nem sikerült. Adrian Lewis és Gary Anderson játssza a döntőt. Azaz, megismétlődik a 2011-es világbajnokság döntője, hiszen akkor is jackpot, valamint a repülős kót játszotta a finálét, akkor 7-5-re Adrian Lewis nyerte. Itt pedig a 9 nyilas még egyszer.
És itt volt az, amikor Lajos akkor átugrott, hogy szinte a mennyezetig ért örömében. Látoskám, még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, most, hogy ez egy fantasztikus... Most már én vagyok az új rekordemre, én már írtam is 9 szilas, meg le is közvetítettem, úgyhogy most majd Medi maradt le ebbe a témába. Most már akkor maradt az, hogy dobjak is egyet, amitől mondjuk annyira messze vagyok, mint most már Jelle Klaassen a világbajnoki döntőtől, ezután a 6-0 után. De azért ettől függetlenül kiváló kis csatákat láttunk. A végén nem lett belőle rekord, 107,3-mal állt meg különben Gary Andersonnak a rekord, vagy a körátlaga, és közel 40, kicsivel 40% fölött volt. A kiszállója. Astonishing nine data. It was as near perfect a semi-final show as you could put on. Yeah, when I hit the 218s, I went, I'm not going to miss it this time. You know, last night was so close. I said that, I think it was Scott, it was Colin, I went, ain't missing it this time. You know, the two trebles went in, but ain't going to miss it. And it went in, bottom of the wire this time. But yeah, played well, happy. When you get into that rhythm, when you hit the first three and the second, do you get a feeling? Do you just know it's going to go in? Sometimes it's a hit or miss, you know. I mean, it's hard work. That treble 19 usually kills me off, but we're in this time. 106 average, six straight sets. I mean, as good as it could possibly be. Yeah, I played well. You know, even when I went to 2-2, Yella's throw, I still felt if Yella hits a 100, 140, hit 108 or 140, and just keep the pressure on him, you know. So, yeah, over the moon. World Championship final against Adrian Lewis again. I did two that at the start of the tournament, you know, but no, feeling good, happy. I've got AD 2011. That still hurts, doesn't it? It does. It might hurt tomorrow as well, but we're going to give it a good go. I mean, to win a World Championship takes some doing. To come back a year later and do it again would be a phenomenal achievement. It would be. I mean, this year's been absolutely brilliant. No, it's just about killing me being on the road all the time. But you know, if I was to win it tomorrow, I'm off ski for 3 weeks. I'm gone. You know, you'll not see me for 3 weeks. Can I just ask you, are you playing better this World Championship than you were last? No. I mean, I started off very nervous. Darryl Gurney had a good chance. You know, it could have been either way. And I've just said, well, I've got past the first round. Just enjoy it. And I'm enjoying it. You've lost only two sets on your way to the final. That's incredible. I thought I was going to say 2 stone now, Stuart, but I feel like it. But yeah, it's going well. I'm scoring well. My doubles are going all right. That's one for Wayne. That was a great performance. Well done, Gary. Cheers, Stuart. Thank you. Na hát elmondta, hogy nem hibázhatta el a dupláta. Annyi trikla után, igen. Skót szurkolóval. Abszolút egyértelműen. Hát szerintem, ha a reggel mondják neki, valószínűleg megegyezett volna egy ilyen elődöntő, egy 6-0 és egy 9-0-as még pluszba. Hát kérem szépen, ez azért az elődöntőkhöz képest én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly teljesítmény volt Gary Anderson, ami akkor is, hogyha egy Jelle Klaassen nevezetű srác volt az ellenfele, akinek már az óriási siker volt, hogy idáig eljutott, aki többek között legyőzte Phil Taylort. És ugye elhangzott a különböző kérdések, talán az egy legérdekesebb, hogy érzi-e azt, hogy most jobban játszik-e, mint akkor, amikor megnyert egy évvel ezelőtt a világbajnokságot, és az a múlt, abban nem kell foglalkozni, sokkal jobban foglalkozik most már azzal, hogy a 2011-es VB döntő után ő valamilyen módon megoldja, és ne kövesse azokat a hibákat, meg is van rá a terv, meg is van rá a stratégia, de hát majd minden eldől. Hát az a helyzet, hogy egy egészen más játékos már, azért tegyük hozzá Gary Anderson. Oké, hogy akkor is 100 körüli átlagot dobott, és 7-5 arányban kapott ki egy igen szoros döntőben, de egyrészt azóta ugye már világbajnok lett, és szerintem azok a hibák, amik akkor jellemezték, azok már egyáltalán nem működnek rá. No, hát, kedves nézőink, egy meccs marad, illetve maradt vissza a 2016-os világbajnokságból.
méghozzá a döntő, amelyet Gary Anderson és Adrian Lewis vív. Érdekes lehet, mert ugye Lewis még nem veszített világbajnoki döntőt, amikor eljutott oda. Tehát viszont Andersonnak egy ilyen, egy olyan, de most ott a lehetőség, hogy megvédje a világbajnoki címét, és szokták mondani, hogy aztán még nehezebb, mint megnyerni. Úgyhogy az első természetesen, vagy az előzőt. Mint én tekintetben azt gondolom, hogy holnap 8 órakor a Sport 1-en, a Sport 1 képernyői előtt sokan várják majd a döntőt, úgyhogy várjuk Önöket holnap is. Aludjanak jól. Lajos, köszönöm szépen neked. Én is köszönöm. Az egész... Köszönöm Gary Andersonnak, hogy megtörte az átkot. És az egész világbajnoki közreműködésedet. Ismételten köszönöm a kollégáidnak, a Tajózsinak, Varta Zsoltának és mindenkinek, Medának, akik dolgoztak nekünk. Remélem, hogy azért még holnap itt lesznek velünk és segítenek majd. Itt leszünk, az biztos. Hogy ez minél színvonalasabb legyen. És hát aztán minden jön majd, vagy minden további jön majd holnap este 8 órakor. Jó éjszakát, viszontlátásra! Jó éjszakát mindenkinek!